ismét meggyalázták a magyar honfoglalási emlékművet Vereckén, ahol ismeretlenek ezúttal ukrán nemzeti színű, kék és sárga festékkel szórták be az emlékjel felületének nagyobb részét. A magyar emlékmű legújabb meggyalázásáról a vereckei hágóra kiránduló turisták értesítették hétfőn a kárpátaljai magyar médiát. Az emlékjel elleni mostani atrocitás abban különbözik a korábbiaktól, hogy minden oldalát felületének, mint egy kétharmadát kék sárgára festették. A Kárpátalja felüli oldalra az elkövetők ugyancsak ukrán nemzeti színekkel a következő feliratot pingálták. Ez itt Ukrajna, jegyezd meg idegen! Kárpátalján a napokban ünnepelték az ortodox húsvétot. Az elmúlt hét a legtöbb ember számára az ünnepi előkészület jegyében telt. Húsvéti bevásárlás Ungvár egyik legnagyobb piacán. A választék bőséges, a magas árak miatt azonban az emberek inkább az olcsóbb termékekből válogatnak. Nem csak, hogy magasak, de katasztrofálisan nőnek az árak minden nap. A tojás 1,20 volt, most pedig 1,80. Az ukránoknál a tojás az egyik legfontosabb húsvéti elledel. Egy családnak az ünnepre minimum 130 darab tojásra van szüksége. A szláv hiedelem szerint a benne lévő életet meg kell védeni a rossz szellemektől. Innen ered a szokás, hogy a héját festékkel vonják be. A hímes festési szokások az évszázadok során változtak. A mágikus és vallási jelképek ma már a dekoratív, modern elemekkel ötvöződnek. Mi fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok megismerjék a tojásfestés hagyományát. Az ortodoxok és a nyugati keresztények az elmúlt két évben egyszerre tartották a húsvétot. Idén a görög és a pravoszláv ünnep egy héttel későbbre esik. Kárpát sok nemzetiség, illetve vallási felekezet él egymás mellett, és gyakori a vegyes házasság. Az ilyen családokban most kétszer tartják meg a feltámadás ünnepét. A családomban vannak római és görög katolikusok. Én pravoszláv vagyok, úgyhogy mi idén tíz napig ünnepeljük a husvétot. Ukrajnában husvét éjszakáján minden templom megtelik. Az emberek a legtávolabbi helyekről is összegyűlnek a pászka szentelésre. A kosárba a pászka mellett sonka, tojásból és tejből készült sárgatúró és tojás kerül, amit a pap megáld és megszentel. Sok helyen husvét éjszakáján hajnalig virasztanak a hívek. A miniszteri kabinet támogatja az induló vállalkozásokat. Viktor Janukovics államfő aláírta azt a törvényt, melynek célja, hogy kedvező feltételeket teremtsen a kis és középvállalkozások létrehozására. A dokumentum szerint az állam hiteleket és hitelgaranciát fog nyújtani a vállalkozások elindításához, az új technológiák bevezetéséhez, valamint a cégek közötti együttműködések fejlesztéséhez. A fegyvergyártással és értékesítéssel, dohány és alkoholgyártással foglalkozó vállalatokra, a hitel és biztosító cégekre, a beruházási és magánnyugdíjpénztárakra, valamint a zálogházakra nem vonatkozik a támogatás, írja a tsm.ua hírportál. Kétszer nagyobb az adóság, mint a nyereség. Az ukrán állami számvevőszék bejelentette, hogy az ország adósságának növekedési mértéke kétszeresen meghaladja a valós GDP növekedési ütemét. Hivatalos adatok szerint a garantált államadóság tavaly 41 milliárd hrívnyával nőtt, így jelenleg 473 milliárd hrívnyát tesz ki, írja a tsm.ua hírportál. Mint ismeretes, március elején Ukrajna 600 millió dollárt fizetett a nemzetközi valuta alapnak az állami tartalékokból négyszer lesz nyugdíjemelés jövőre. Ugyanis a választások után 2013-ban a miniszteri kabinet négy szakaszban tervezi a nyugdíjak és fizetések mértékét növelni, jelentette ki Mikola Azarov. A miniszterelnök azt állítja, hogy Viktor Janukovics szociális programjának nincs köze a parlamenti választásokhoz, írja a tsm.ua hírportál. Ez a nyugdíjak és munkabérek szisztematikus emelése, melyet a kormány továbbiakban is teljesíteni fog, mondta Azarov. Nemzetközi túraútvonal részévé válik a Munkácsi Vár. Európai Uniós támogatással indították el az egyik legnagyobb turisztikai infrastruktúrális projektet Kárpátalján. Már két év múlva megjelenik az új határon átnyúló turisztikai útvonal, mely Rákóciról híres helyeket érint. A projekt alapjául közép-kelet-európa egyik legnagyobb vára, a Munkácsi Vár szolgál. A várban a Rákóczi család jegyei jól megőrződtek, ezért jelentős belföldi és külföldi turisztikai látványosságnak számít összeurópai szinten is. Az útvonal teljes hossza mint egy 400 kilométer. Adta hírül a Turinform.